Magyarországon évtizedek óta zéró tolerancia van érvényben. Aki ittas állapotban vezet, annál egyértelműen csökken a biztonságos járművezetés képessége, akkor is, ha esetleg másként érzi, úgy érzi, hogy semmi hatása az alkoholnak. Tájékoztatott Almásiné Gerényi Brigitta, a Baranya megyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési referense. Az ittas állapot közrehatása miatt a bekövetkezett személyi sérüléses balesetek száma az előző év azonos időszakához képest csökkent, és az ittas állapotban okozott balesetek aránya is csökkent. Az ittas állapotban tavaly 14 könnyű, 6 súlyos és 1 halálos baleset történt, idén viszont 15 könnyű, 1 súlyos és 1 halálos kimenetelű balesetet okoztak. Baranya megyében 2022 első felében, július 18-áig a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma a tavalyi évhez viszonyítva 4,47%-kal, vagyis 246-ról 235-re csökkent, tette hozzá a Baranya megyei RFK munkatársa. Azt is elmondta, a halálos kimenetelű balesetek száma 5-tel, azaz 5-ről 10-re nőtt, a súlyos kimenetelű balesetek száma stagnált, míg a könnyű sérüléssel járó balesetek száma csökkent. A sérüléses balesetek legfőbb okai a gyorshajtás, az elsőbség nem megadása és a szabálytalan kanyarodás volt. A balesetek bekövetkezésének ideje szerint a legtöbb közlekedési baleset a délutáni csúcsforgalomban 12 és 18 óra között következett be. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési referense felhívja a figyelmet, hogy aki nem bírja a nagy meleget, az inkább ne üljön volán mögé. Ha nagyon muszáj, akkor kipihenten tegye meg. Folyadék mindig legyen az utazónál a hőségben. A legfőbb szabály, soha ne hagyjon gyermeket, házi kedvencet az autóban, mert a magas hőmérséklet halálos lehet. Fontos a türelem, kissé lassabban vezessünk, és tartsunk nagyobb követési távolságot.